hogy bemutatnád azt, hogy hogy zajlott ez a munka itt az Agórán az elmúlt egy hónapban. Meghondolszak, hogy most elmasztulni. Most járműszabály dolgozunk itt. Ez egy eljárás, partnerem fogunk. Most azt kérem a pártok képviselőitől, hogy egyesével jöjjenek és mondjanak néhány szót erről a folyamatról, hogy nekik mi volt a legfontosabb tanulsága ennek. Szerintünk a választók ezzel egyetértettek volna még, hogy egyébként a listát maguk is ők rakhatják össze, vagy súlyozhatják. Ezen kívül az együttálláspontja mindenben megegyezett azzal a kezdő javaslatunk, mint ami a konszenzusos lett. Ez az egyik legnehezebb kérdés, a választójogi ügy, és hogyha hát nem egészen egy hónap alatt ebben sikerül kompromisszumot kötni, akkor még az is lehetséges, hogy ezek a pártok, mozgalmak jól tudnák vezetni ezt az országot, és másból is meg tudnának állapítani. Remélem, hogy így lesz. Tartalmatlan összefogás mantra helyett végre az ellenzéki pártok valódi politikai kérdésről beszéltek. Két forduló újbóli bevezetésével okafogyottá tenné, értelmetlenné tenni a kényszerű összefogásról való beszédet. A javaslat azt is tartalmazza, hogy a magyarországi lakcímmel rendelkező, de külföldön tartózkodó magyar állampolgárok, tehát klasszikusan a londoni magyarok, kivándorolt magyarok hasonlóan szavazhassanak levélben, vagy interneten, vagy a többféle helyen, mint a határon túli ott született magyarok. Egyéni választókerületeik legyenek a határon túli magyaroknak. Az a fajta kompromisszum készség, ami áradt itt a tárgyaló felekből, az gyakorlatilag évek óta nem jellemezte a demokrata ellenzék pártjait. Van egy olyan választási rendszer Magyarországon, amelyik tömbösíteni kényszerít minket, amelyik nem engedi azt, hogy kiki megmutassa a saját maga önálló karakterét. Abban állapodtunk meg ezek a pártok, hogy tegyük világossá mindenkinek, hogy van más választási rendszer, van a lehetőség más választási rendszert elfogadni Magyarországon. 89-es időszakra is elég jól vissza tudok emlékezni. Ugye akkoriban egy ellenzéki kerekasztal mellé ültek az akkori résztvevők. Ez az asztal, amit itt a filmen láttunk, nem kerek volt, négyszögletes volt, de én azt gondolom, hogy a célnak tökéletesen megfelelt. És a sajnos újra kialakult autokratikus rendszer megváltoztatása, megdöntése újra feladatunká vált. El kell törölni például a győztes kompenzációt, kell könnyíteni a külföldön élő magyaroknak a szavazási lehetőségét. Nem fair velük szemben, hogy még abban is akadályoztatjuk őket, hogy leadják a szavazatukat 4 évente. Ez a javaslat tartalmaz egy olyan pontot is, ami a nőknek a nők részvételét erősítené és javítaná a parlamentben. Azt tudnunk kell, hogy az arányos választási rendszerek azoknak nagyon messze menő következményei vannak. Például nem lehet egyedül kormányozni egy pártnak, soha. Ebből az is következik, hogy azok a pártok, amik most elköteleződtek egy arányos választási rendszer mellett, elköteleződtek amellett is, hogyha egyszer egy ilyen választási rendszerben fogjuk Magyarországot kormányozni, akkor készek kell, hogy legyenek arra, hogy koalíciós kormányokban hol veszik ki a részüket. Van egy elemi igény a választók részéről, mert azt akarják, hogy ezt a korrupt bandát távolítsuk el. A mai tudásunk alapján két ilyen lehetőség van. Az egyik az a technikai koalíció, a másik pedig egy koordinált indulás az egyéni választókörzetökbe. Nem szabad őket elengednünk, és ebben azoknak is helye kell, hogy legyen, akiknek most itt kellene lenni, de nincsenek itt. Egyetlen egy komoly dolog nem valósult meg, ez a jogi küszöb, belépési küszöbnek az elfogadása. Ha 0,5%, akkor 0,5%-kal. Hogyha nem fogadják el a parlamentben, akkor fogják bojkottálni a választásokat? Nem, azt gondolom, hogy nem. Mi arra készülünk, hogy ha a parlamenten nem megy át, akkor régi választási rendszerrel meg kell verni a Fideszt. Indul-e az együtt a választásokon, hogyha nem fogadják el ezt a javaslatot? Indulni fogunk akkor is, igen. Becsábultak ennek a dolognak a nyilvánvaló igazságossága miatt a közös játékszabály romantikájába, amely alapérdekük hosszú távon, szerintem rövid távon is az volna, de rövid távon ők egyenlőre a jelenlegi rendszerben futnak. Tehát nem arra van szükség, hogy bojkottáljuk a választásokat, hanem arra van szükség, hogy valamilyen módon ezt a választási rendszert bevezessék ebben az országban, megszüntessük azt az igazságtalan rendszert, ami mostan is, ami az igazságtalan túlhatalmát garantálja a kormányzó pártoknak, és onnantól kezdve egy konszenzusos demokráciát működtessünk mindannyiunk épülésére. Akkor ezen megtudod aláéretni.
Jó lesz. Igen.